Von a 18 sajtótájékoztató sorozat utolsó állomásán bemutattam azt a kormányzati struktúrát és azt a kormányzati filozófiát, amellyel a Jobbik április 8-a után Magyarországot vezetni kívánja. Évek óta erre készülünk, és talán van abban valami szimbolikus, hogy a baloldali pártok még mindig egymással vannak elfoglalva, mi pedig már a kormányzati struktúránk utolsó finom hangalását végezzük. 11+1 minisztérium lesz, és lesz 7 olyan stratégiai tanács, amely a 21. század aktuális nagy társadalmi feladataiért fog felelni, és nagyjából már össze is állt az a névsor, amely majd ezt a minisztériumi struktúrát személyesen is vezetni és irányítani fogja, de természetesen a nevek bemutatására a választások után kerül sor. Azt gondolom, hogy sikerült egy 21. századi kormányzati működés alapelveit leraknunk az asztalra, ami egyúttal jelenti azt, hogy nem pártpolitikai, hanem szakmai, szakpolitikai alapokon, a konszenzust keresve, akár az ellenzékkel, akár a civil társadalommal, akár a szakmai érdekképviseletekkel, ezt a fajta konszenzusos politikát kívánjuk kormányon megvalósítani, hiszen Magyarországnak végre nem pártpolitikai vitákra, hanem szakmai, szakpolitikai megegyezésekre van szüksége, ami kormányzati struktúránk.